Ez a lift a Ferenciek terén már egy ideje üzemel, de a metróhoz még nem visz le. Itt az aluljáróban igaz csak egyetlen ügy mentén most megnyilvánult a demokratikus pártok közös akarata. A 9 párt egy hónap alatt 138 ezer aláírás szeretne összegyűjteni a népszavazás kiírásához. Az akadálymentesítés 30 ezer mozgáskorlátozottat közvetlenül is érint. G. Németh Erzsébet üzent is a főpolgármesternek. Azonnal szedje össze magát, menjen a kormányhoz, és érje el azt, hogy ezt a pénzt megkapja Budapest. Talos István megismételte, nincs értelme a népszavazásnak. A kúria ítélete ugyanis kimondja, lehet népszavazást tartani, de szerinte a törvény az akadálymentesítés módját egyértelműen nem határozza meg. A mozgáskorlátozottak országos egyesülete ismét levelet írt Orbán Viktornak. Ebben költségvetési támogatást kérnek a teljes akadálymentesítéshez. És már itt van Horváth Csaba, ugye röviden, aki elvesztette volna a fonalat, 20 állomásról beszélünk, és ebből éppen 7 az, amelyen a jelen állás szerint nem lesz lift, viszont Talos István tegnap elmondta, hogy akadálymentesítve lesz. Van egy kulcsszó, amit itt nem fejtett ki részletesen, de lehet, hogy ön tud segíteni, ez a bizonyos pingvin. Ez a pingvin az, ami egy mozgó lépcsőre szerelhető szerkezet, és innentől átadom a szót, hát ha többet tud róla, mert nem teljesen értjük, hogy hogy működne. Egy betűvel nem fogok tudni többet erről mondani, ugyanis Talos azóta nem osztotta meg ezt a kincset, ezt a tudást, hogy mit fog jelenteni ez a pingvin, és egyébként mondjuk hány pingvin kell egy kerekesszékes lecipeléséhez. Most ez a... Hát gondolom, egy szerkezet kell, egy nyilvánvaló, kerekesszékes csak, hogy annyira titkos, szuper titkos szerkezet ez a pingvin, hogy egyelőre elképzelni se tudjuk. Egyetlen egy biztosat viszont tudunk róla, hogy nem tekinthető teljes értők akadálymentesítéshez alkalmas eszköznek a pingvin. Ugyanis ennek szeretném felolvasni a definícióját, abból a kúria határozatból, ami a beadványom nyomán született, ami értékelte. Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított. A kerekesszékesek, a babakocsis is kismamák, az idősek, a nehezen közlekedők. Tehát a minden ember számára. És önállóan. Na most önállóan biztos, hogy nem alkalmas egy pingvin a közlekedésre, mert azt föl kell tenni a mozgó lépcsőre, meg kell állítani a mozgó lépcsőt, ennyit tudunk róla, mert erről már esett szó. Annyit tudunk, hogy rátesznek valamilyen szerkezetet, arra a szerkezetre ráállítják segédlettel. Mondjuk a kerekesszékest, babakocsis nem akarnak vinni ilyen eszközzel, és leviszik. Ott megint ugye megáll a mozgó lépcső, lekísérik a kerekesszékest, leemelik róla a pingvint, és utána mehet a többi utas is azon a mozgó lépcsőn. Tehát ez elég bonyolult dolognak tűnik, és pont Arlós egy másik műsorban kérdésre azt mondta, hogy hát elnézést, de 15 perc alatt nem tudja elmondani precízen, hogy hogy fog működni a pingvin. Így már kérdőjelek vannak bennem, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban. Na most annyira azért már ismerjük Talós István válaszait, hogy erre biztos, hogy úgy reflektálna, hogy mondja ezt az a Horváth Csaba, akinek a főpolgármester helyettessége idején úgy újították fel a kettes metró vonalát, hogy nem lett akadálymentesítve, és csak 10%-nyi helyen lett ez megoldva. Valójában a döntések azok korábban születtek, mint hogy én egyáltalán politikusi pályára lépjek, tehát még a második kerületi polgármesterségem előtt, nagyjából 17 évvel ezelőtt határozták el, és még bőven akkor, amikor én már második kerületi polgármester voltam, akkor történt a kivitelezés. De ez részletkérdés. Az, hogy 17 évvel ezelőtt kik milyen hibát követtek el, egyébként lenyomoztam, tehát végigmentem a kronológiáján, egészen 2010-ig van nyoma annak, hogy szándéka volt a városvezetésnek megépíteni a lifteket. Erre kötött is a mozgássérültek egyesületével egy megállapodást a határidő hosszabbításról. Tehát 2010-re meg kellett volna csinálni. Igaz, hogy elcsúsztak vele, igaz, hogy nem csinálták meg. De az már Tarlóson is múlott, hogy nem fejezte be azt a munkát, amit az elődei ráhagyományoztak. Ez a konkrét és hiteles történet a kettes metrónak, amit nyilván nem szeretne ő se kifejteni. De a lényeg az igazán az, hogy egy 17 évvel ezelőtt elkövetett hiba, aminek a következménye az lett, hogy nem lett akadálymentes a kettes metró teljes értékében, nem jogalap arra, sem morálisan, sem másképp, hogy valaki azt mondja, hogy mivel az elődöm nem dolgozott elég jól, akkor én még rosszabbul fogok. Tehát ez azt gondolom, hogy nem elfogadható álláspont. Tegnap arra is hivatkozott, hogyha tovább lapozott be a kúriai döntésbe, akkor ebben az is szerepel, hogy önök megtévesztik akkor a választókat, amikor azt mondják, hogy a népszavazás az csak a lifttel oldhatja meg az akadálymentesítést. Nagyon egyszerű a képlet. Tehát, hogyha van bármilyen más technikai eszköz, ami az előbb felolvasott definíciónak megfelel, tehát, hogy önálló, kényelmesen és biztonságosan használhassa bárki. Akár egy nehéz bőröndel utazó, akár egy nehezen közlekedő idős,
egy babakocsis kismama. És a legextrémebb nyilván, amihez már tényleg kell egy megfelelő stabilitás, az meg a kerekesszék. Ha bárki használhatja önállóan, akkor arra más műszaki megoldás is lehet. Én jelen ismereteim szerint még nem tudok olyan műszaki eszközről, lift és liftszerű megoldásokhoz képest, ami erre alkalmas lenne. Tehát nem én vagyok a gátja ennek az ügynek, hanem az, hogy nincs olyan technikai megoldás, amire tarlós hivatkozik, és hogyha segéderőket kell bevonni ahhoz, hogy valaki ezt a szolgáltatást igénybe vegye, az nem felel meg ennek a definíciónak. De most nekem az ugrik be, hogy amikor azt mondjuk, hogy a BKV akadálymentesített buszai, akkor azokra se igaz az, hogy segéderő bevonása nélkül tudja egy kerekesztékes használni, mert ugye akkor oda megy a sofőr a középső ajtónál, lehajtja azt a platót, amin a kerekesszék fel tud menni, hát ez se önálló használat. Ebben igaza van, de annyiban mégis, hogy egyrészt nem kell föltolni a kerekesszékest, hanem ezt ő megoldja maga. Kettő, tényleg egy-két másodperces műveletről van szó. Persze, nem tudom, mennyi kell BKV-nál, de hogyha ott nagy tömeg van, akkor az nem két másodperc. Nyilván ez komplikálja, de alapvetően az, hogy olyan buszok legyenek, ami hidraulikával kinyomja, lehetne ilyen, van Nyugat-Európában ilyen megoldás, ez csak egy technikai kérdés, de ez mondjuk úgy, hogy viszonylag kis beavatkozással utána a kerekesszékes föl tud hajtani, és egy babakocsis kismama is föl tud hajtani ezen a rámpán. Ez a megoldás, ez meg egy meglehetősen körülményes és megalázó folyamatot eredményez, ezt maguk a kerekesszékesek és az ő érdekképviseleteik elmondják. Jobb, mint ami most van. Nem, hát most konkrétan nem tudják használni. Hát igen, de viszont, hogyha legalább egy ilyen szerkezet lesz, akkor mondhatják azt, hogy nyilván nem egy nagy öröm, hogy kompromisszumokat kell kötni, de legalább valahogy lejutnak. De csak szeretném jelezni, hogy a Pingvin nem óhajtja a tervek szerint, ezre Tarlós elég hevesen reagált már több helyen, nem óhajtja levinni a babakocsis kismamákat, nem óhajtja levinni a nehezen közlekedő időseket, nem óhajtja levinni a bőröndel közlekedőket. Míg korábban azt mondta Tarlós, hogy azért nem akar lifteket építeni, mert elenyésző ezrelék, akit érintene az utazásában, ez egy elég felháborító mondat volt, valljuk be őszintén. Azóta most legújabb a múlt héten kezdte el az új gondolatát forgalmazni, hogy azért nem akar lifteket építeni, mert túl hosszú lenne a várakozók sora, akár fél órát is kellene várni a liftre, hogy levigye őket. Na most a kettő azért valahogy nincsen egymással szinkronban, egy a lényeg. Nem velem vitatkozik Tarlós István, hanem például a mozgássérültek egyesületével, a kerekesszékesekkel, a kismamákkal, akiket egyáltalán nem akar levinni, mert a Pingvin erre nem alkalmas, és az idősekkel is, akik egyébként meg már félnek a mozgó lépcsőn közlekedni. Azt is mondja Tarlós István, hogy most egy kampány célra végül is két lift árát eltapsolják. Na most én azt mondom, hogy ez Tarlós hibája, tehát őszintén két éve a közgyűlésben minden létező jogi formát kimerítettünk. Én személyesen is az ellenzék több tagja, hogy a közgyűlés keretei között hozzunk olyan döntést, hogy a teljes akadálymentesítést biztosítjuk. Ennek az a feltétele, azért ha úgy tetszik, akkor egy állomást már kiharcoltunk, mert a Calvin téri nem szerepelt az eredeti tervekbe, az most került néhány hete be. Tehát azt gondolom, hogy az út jó, de nyilván én is sokkal jobban örültem volna, hogyha a Tarlós eleve olyan szerződést hoz be, olyan kiírást hoz be, ami tartalmaz a teljes akadálymentesítést. Tehát nem az ellenzék hibája. Semmilyen más megoldás nincsen a liften, amit egyébként beszélgettem pár hete Vitézi Dáviddal, aki aztán azzal nem vádolható, hogy ne lenne érzékeny az új megoldásokra és a kerekesszékesek problémáira, és még ő is azt mondta, hogy ahol nagyon mélyen fut a vonal, ott egyszerűen nem éri meg lifteket építeni, más megoldást kell keresni. Mondja Vitézi Dávid, most elnézést, tehát, hogy nincsen más, mint lift, vagy ez a Pingvin. Egy 27-8 éves embertől sem fogadom el. Nem az életkorom múlik. Értem, csak nyilván, nem, nyilván, de azért az empátia készség az az életkortól időnként függ. És kiállt a kerekesszékesek mellett, értem, csak azt mondta, hogy nem ez az egyetlen megoldás. Értem, de igen, csak mondott egy kulcs szót, ez a nem éri meg, ilyen nincs. Tehát ha 30 évente felújítunk egy metrót, egyébként 250 milliárd forintba fog kerülni ennek a teljes számlája, akkor nem hiszem el, hogy nincs 20 milliárd arra, hogy ezt minden budapesti és minden ide látogató használhassa, hogy a kerekesszékes, a babakocsis kismama, az idős, a nehezen közlekedő, vagy akár egy ide látogató a több millió turistából, miért ne használhatnák például a bőröndel közlekedők a metrót a közlekedésükre. Tehát egy olyan mértékben kirekesztő a jövőre nézve, mert az, hogy a múlt olyan volt, amilyen volt, ezzel valamilyen szinten együttéltünk, de nagyon sok kellemetlenséget okozott. De egy város, ahogy fejlődik, csak többet kellene nyújtania, és itt nem beszélünk sokról, 20 milliárd forint,
ennyi pénzt fizetnek be a budapestiek naponta adóba. Tarlósnak leírásnál tartanak? Tarlósnak egyetlen komoly bűne van, hogy ezt nem harcolja ki a kormánynak. Hány leírásnál tartanak? Nem tudom, mert nem számoltuk. Meg tegnap kezdődött. Valami ígéret a különböző pártokról, ugye 9 ellenzéki párt vesz részt a gyűjtésben, hogy mondjuk az MSZP mennyit szállít, a Párbeszéd, a többiek? Hogy nem, tehát ilyen, ha úgy tetszik, ilyen szocialista munkaversenyt nem hirdettünk, de és nem csak a pártok gyűjtenek. Tehát a pártok, ha úgy tetszik, akkor a legnagyobb szervezőerőt adják hozzá, de számos civil szervezet és egyén jelezte, hogy ebben a kezdeményezésben részt vesz. Én biztos vagyok benne, hogy ez március 6-ára össze fog gyűlni, de arra azért én számolnék, hogy a budapestiek persze kiharcolják maguknak így erővel azt, ami jár. Igen, ezt az akadálymentes metrót, de... A Húria maga mondja, hogy értelmetlen. A Húria nem mondja, hogy értelmetlen. Mert hogy liftet ezt... ebből következően még nem kell építeni. De ez nem igaz. Ez Tarlós állítja a Húria határozatban, pont nem ez van. Tehát a kérdésben nem az szerepel, hogy liftet kell építeni, nem. Hanem hogy meg kell oldani a teljes értékű akadálymentesítést, egy 97-es törvény. Na most a 97-es törvény viszont pont azt tartalmaz, amit önnek felolvastam. Tehát, hogyha a kérdés... A lift szó nem szerepel benne, tehát ha más megoldást találnak erre. Nem is kell, de most itt beszélgetünk egy jó pár perce, Tarlós úr már hónapok óta járja szintén a sajtót, és nem tudta elmondani, hogy mi az a más, ami alkalmas arra, hogy önállóan, kényelmesen, biztonságosan bárki igénybe vegye a metrót, és ne csak mondjuk csuklós busszal a felszínen lehessen közlekedni, amikor metróval szeretnénk eljutni az úti célunkhoz, és mondjuk nem óránként. Lehet, hogy ha már 100 000 aláírásnál tartanak, akkor majd elárulja. Köszönöm, remélem, hogy itt köszönöm volt. Szépen viszont.